Az MSM Ohai Broadcast mai adásában összefoglalót hallhatnak. Dr. Kálmán László nagykövet számol be 2012 és 2016 között végzett Los Angeles-i főkonzuli tevékenységéről. Szeretettel köszöntöm a főkonzul urat. Általános kérdések, az általános ügyintézés, vízumkérelmek, anyakönyvi kivonat intézése nyilván ugyanúgy zajlik minden főkonzulátuson, de ami engem érdekelne, hogy ezen túlmenően milyen előrelépések történtek az elmúlt években. Ugye lebonthatjuk ezt kategóriákra, mint például kultúra, művészet, tudomány, egyházak. Köszönöm szépen a kérdéseket, üdvözlöm a hallgatókat. Kálmán Lászlónak hívnak, és karrierdiplomata vagyok. 20 éve dolgozom én már a külügyminisztériumban. Az első kihelyezésem Irakban, Bagdadban volt még Saddam Hussein idején. 3 év és 4 hónapot töltöttem ott el. És a második kihelyezésem az Ukrajnában volt. Kárpátalján, Ungváron szolgáltunk 4 évig. 5 évvel ezelőtt, egészen pontosan 2011. augusztus 1-én érkeztem Los Angelesbe, és az első évben konzulként dolgoztam. A Los Angeles-i főkonzulátus 19 Amerikai Egyesült Államok beli államba van akkreditálva. Az illetékességi köre, a konzuli kerület, ahogy hivatalosan mondjuk, ezekre az államokra terjed ki. Ezekből az államokból, elvileg ezekből az államokból fogadunk ügyfeleket, mondjuk egy amerikai állampolgár, aki munkát vállal Magyarországon, munkavállalói vízumért hozzánk fordul, és a konzuli kerületben élő magyarok pedig nagy számban keresnek fel bennünket, ügyes-bajos dolgaikat intézzék, például útlevél kérelmek, honosítási kérelmek, állampolgársági igazolások, születési anyakönyv, kivonatok, házassági, esetleg válási, anyakönyvi kivonatoknak az intézése, honosítása. Ezeket nem sorolom, ezeket úgyis mindenki tudja, hiszen a napi élethez, ami kell ügyintézés, azt itt az ügyfélszolgálatunkon keresztül bonyolítjuk. Az ügyfélszolgálattal kapcsolatosan, ami változás történt az elmúlt 4 illetve 5 évben, azok inkább szimbolikus jellegűek, hiszen korábban is jól működött az ügyfélszolgálati ügyintézés magas szakmai színvonalon, és arra figyeltünk talán még jobban, hogy a várakozási időket lecsökkentsük. Korábban sem volt ez vészes, sikerült előrelépnünk ebben a kérdésben, úgyhogy gyakorlatilag a sürgős eseteket soron kívül tudjuk fogadni nyilván, ha valaki elveszíti az útlevelét, és egy idegens útlevéllel az akar utazni Magyarországra, vagy tovább az úti céljának megfelelően, de egyébként 2-3 héten belül tudunk időpontot adni, és akkor így nem kell várakozni senkinek, hanem időre jön, bejelentkezik, felkészítjük már arra, hogy milyen okmányokat, dokumentumokat kell elhozniuk. És amit azt jeleztem, egy-két szimbolikus dolgot is sikerült itt átvinnünk. Ez pedig az, hogy az ügyfélváróba kezdeményezésemre csináltunk egy kis gyereksarkot. Pontosan azért, hogy a kisgyermekek tudjanak itt rajzolgatni, hogy az alatt az 5-10-15 perc alatt is otthon érezzék magukat, amíg a szüleik az ügyeket intézik. Magyar rajzocskák vannak ott, az itteni magyar iskoláknak, a diákjainak a rajzait tettük ki. Természetesen kifeszítettünk egy Szent Koronás címeres magyar zászlót, illetve kinyomtattam és a falra szegeztünk egy magyar himnuszt, egy székely himnuszt és egy szózatot is, azért, hogy igazából érezzék az emberek azt, hogy valójában 15 millió magyarnak a kis USA nyugati parti otthona, ez a kis iroda, ez a hivatal, amelyet megpróbálunk megtölteni magyar lélekkel. Most ezek a változások voltak azok, amiket igazából a konzuli munkával kapcsolatosan, ami egyébként az alap és fő tevékenységünk elvileg, végrehajtottunk, és ez nagyon jó, pozitív visszhangra talált az itteni magyarok körében. Többen gratuláltak, és sokan örülnek annak, hogy hát amikor beléptek ide, akkor egyből egy magyar zászló fogadja őket. Igen, nagyon-nagyon hangulatos belépni ide. Hogy, ami pedig a kérdés második felét illeti, hogy ezen a fő tevékenységen túlmenően milyen, mondjuk így, főbb eredményeket sikerült az elmúlt 4 évben
elérni. Azért hangsúlyozom ezt a 4 évet, mert hogy említettem, hogy 1 évig konzulként dolgoztam, és 4 évvel ezelőtt, 2012. június 24-én lettem főkonzul, immár több mint 4 éve. És ezzel kapcsolatosan megpróbáltam egy szélesebb kontextusban fejleszteni a magyar-amerikai kapcsolatokat. Ennek több része is volt. Az egyik ilyen, hogy a Los Angeles-i Magyar Házzal, az Egyesült Los Angeles-i Magyar Házzal egy stratégiai partnerségi kapcsolatot hirdettem meg, amelynek lényege az volt, és ezt Eleházi Miklós elnökkel nagyon hamar le tudtuk tárgyalni. Ennek a lényege az volt, hogy hivatalossá tettük azt, hogy közös szervezésben minden magyar nemzeti ünnepet az Egyesült Magyar Házban tartunk meg. A főkonzulátustól általában a főkonzul, ha teheti, én ott voltam mindig, és beszédet mondtam, illetve részt vettem az eseményeken. Ha nem, mert esetleg külföldön voltam, valamely más államban szólított a kötelesség, akkor a helyettesen feltétlenül részt vett ezeken. Továbbá kezdeményeztem a Magyar Ház vezetőségénél, hogy szervezzünk ott egy nemzeti összetartozás nap ünnepséget. Ezt 3 évvel ezelőtt csináltuk meg először, mégpedig úgy, hogy egy állampolgársági esküvel kombinált összetartozás napi ünnepséget rendeztünk, amely csodálatosan sikerült, és azóta is minden év június 4-én vagy előtte utána valamelyik napon a Magyar Házban megünnepeljük ezt az eseményt. Nagyon jól működik az is az Egyesült Magyar Házzal, hogy amikor valamilyen kulturális program van, tárlat, kiállítás, koncert, színdarab, filmvetítés, ha tehetjük, akkor én személyesen elmegyek, ha nem, akkor az is helyettesen próbálom elküldeni. Igen. És megnyitjuk, és ott vagyunk, és láthatóak vagyunk, és beszélgetünk az emberekkel, meghallgatjuk a problémáikat, sőt, konzuli tanácsokat is adunk természetesen, úgyhogy kitárt karokkal fogadjuk Los Angeles és környéke, illetve az egész Amerikai Egyesült Államok nyugati partja magyarságát. Tehát ez, mondhatom azt, hogy egy sikertörténet mindkét irányba, és ez egy kölcsönös előnyöket magában foglaló együttműködés. Amerikában úgy meg, hogy win-win, hogy győztes-győztes szituáció, amikor mindenki nyer. Hallottam a kihelyezett konzuli napokról is, ugye, hogy aktívan bevonni más USA városokat a magyar vérkeringésbe, és állampolgársági esküt is tehetnek bárhol máshol. Így van. Ezt prioritásként végeztük a nemzetpolitikai feladatokat. Az én koncepcióm az volt, ami egyébként azt gondolom, hogy valamennyiünk számára tényként is megállapítható, hogy a nyugati szórványban, az Amerikai Egyesült Államok magyar diaszpórájában nemzetmegtartó erő a magyar cserkészet, a magyar egyházak, a magyar sajtó, a magyar kultúrkörök, a magyar óvodák, iskolák, a magyar néptánc együttesek, és minden olyan kezdeményezés, és minden olyan intézmény, ami segít abban, hogy a fiatal generációk elsajátíthassák az anyanyelvet, a kultúrát, és egyéb dimenziókban is érezzék azt, hogy az ő identitásuk az nemhogy elveszne, hanem inkább még megerősödhet azáltal, hogy ők részt vesznek ezekben az eseményekben, illetve hogy elviszik őket cserkészetre, vagy tényleg magyar nyelvű istentiszteletre. Mert még hogyha vegyes házasságban is élnek, akkor is így lehetőség van arra, hogy a saját korosztályoknak megfelelően játszva elsajátítsák a magyar nyelvet, a magyar kultúrát most cserkészetre. Igen. Gondolok éppen, és itt mindjárt előre szaladok egy kicsit, és el is mondom, hogy nagy öröm számomra, hogy a cserkészet nagyon szépen fejlődik, mert hogy új cserkész csapatok alakultak az elmúlt 2 évben San Diego-ban, Las Vegas-ban, Seattle-ben, Portland-ben, és alakulóban van Denverben is, és hadd dicsekedjek el azzal, hogy Orion Dalpár, a regionális cserkész körzet parancsnok az idén februárban a portlandi nagytáborban engem tiszteletbeli cserkészé avatott. Szeretettel gratulálunk! Köszönöm szépen! Tehát a kihelyezett konzuli napoknál rekordot döntöttünk. Az elmúlt 4 évben 59 kihelyezett konzuli napot tartottunk, Houstontól Honoluluig,
állampolgársági esküvőkkel kombináltuk ezeket. Lehetőleg még egy kombinációt is belevittünk, mégpedig azt, hogy ha nemzeti ünnepeken tudtunk menni, akkor még plusz embereket oda tudtunk vonzani az eseményekre, és ezáltal egy kiejezett konzulnap, állampolgársági esküv, nemzeti ünnep, kultúra, gasztró, gulyásfőzés, néptánc, szavalatok, koncertek, és gyakorlatilag magyar napokká tudtuk fejleszteni ezeknek a kiejezett konzulnapoknak egy részét. Itt hadd említsem meg a Phoenix, amely Arizonának a fővárosa, a Phoenix várost, ahol az utóbbi 3 évben március 15-e köré szerveztük mindig a konzuli napot és ezt a hatalmas nagy magyar napot. Tavaly Bőjte Csaba atya is részt vett ezen a Phoenixi magyar napon. Tavaly már 850-en voltak, és az idén pedig több mint 900-an vettek részt ezen az eseményen. Jelzem, hogy nem mind arizonai magyar volt, hanem körülbelül egy harmada arizonai amerikai, aki eljött a jó magyar gulyás miatt, a kürtős kalács miatt, és ezáltal Magyarországot egy kicsit megismerték, a magyar kultúrát megismerték. És ezért is szoktam azt mondani, hogy az itt élő magyarok bizony tiszteletbeli nagyköveteink, hiszen általuk is megítélik Magyarországot és a magyarokat. És ezért nagyon fontos az, hogy mutassuk meg azt, hogy valójában milyenek vagyunk, barátságosak, vendégszeretők, és jó házigazdák, és jó gulyásfőző, igen, jó gulyásfőző nemzet. Tehát a network hálózatot is elég jól kezdjük kiépíteni, látszik. Így van, és egyébként ezáltal a kiejezett konzuli napok ebben a kontextusban a szurvány magyarság megtartásának is egy nagyon jó eszköze, és tényleg, hogy az előbb említettem, most már talán eljutottunk odáig, hogy nem csak a megmaradás, nem csak az identitás megmaradásáról beszélhetünk, hanem az erősítéséről. Ezzel kapcsolatos kérdéskör a kultúra. Hiszen az, aki nem is beszéli a magyar nyelvet, vagy akcentussal beszéli, vagy törve beszéli, ők is érzik azt, hogy milyen hatalmas jelentősége van a néptáncnak például a kultúrában. Hiszen a tánc az egy olyan univerzális nyelv, amely mindenkihez elér, és itt a leghíresebb néptáncegyüttes, a Kárpátok néptáncegyüttes, amely 2 évvel ezelőtt ünnepelt az fennállásának 50. évfordulóját, nagy rendezvényeket szerveztünk ezzel kapcsolatban, és nagyon sok kisfiú és kislány kezdett el táncolni újból. Gyermekeket is bevont. Gyermekeket, reneszánszát éli, de ugyanígy reneszánszát éli ez Seattle-ben, hiszen akik a Kárpátokban korábban táncoltak, és valamely más államba elköltöztek, de Washington államban, Seattle városban is működik táncegyüttes. Aztán működik természetesen San Franciscóban is, Portlandben is, több más helyen, úgyhogy ez nagy büszkeség és nagy öröm számomra, hogy amerre járok, akkor mindig van néptánc is, és irigyelnek is a kollégáim, akár a lengyel főkonzul, vagy mondhatnék más példákat is, hogy hát milyen vibráló, színes magyar kulturális élet van. Most csak a táncot emeltem ki, de elmondhatom, hogy tiszteletbeli fővédnőként minden ilyen eseményt támogatunk. Ilyen például a Szoboszlai Sándor Színház, amely egy Los Angeles-i amatőr színtársulat, időnként anyaországi színészek is, profi hivatásos színészek is fellépnek, és a mérhetetlenül gazdag magyar kulturális kincsestárból olyan csodálatos anyagokkal leptük meg a Los Angeles-i magyarokat, hogy elkapkodják a jegyeket, és a 2-3 előadás már nem is elég, hanem kult előadásokat kell tartani. Tehát a kultúrára visszatérve, itt is elmondhatom, hogy a korábbi hagyományokat, amelyeket Szörényi Éváék kezdtek el még annak idején, azokat folytatjuk, és egy emelkedő tendenciát mutat az érdeklődés. Ez most a színház volt, amiről beszéltem, és külön kategória lesz a film, arról mindjárt még külön szeretnék említést tenni. De még előtte a kultúrával kapcsolatosan hadd mondjam el, hogy a kulturális megjelenésünk sok lábon áll, hála Istennek, hiszen
Az itteni magyar egyházak is szerveznek kulturális eseményeket, a magyar házak is szerveznek kulturális eseményeket. Ez a két fő sodorvonal megfelelően kiegészíti egymást. Hiszen van olyan kör nyilván, amelyik nem utazik el 150 kilométerre egy kulturális programért, és így mindenki megtalálhatja saját magának megfelelő programot, amellyel megélheti egy kicsit a magyarságát. Mert sokan nem tudnak utazni Magyarországra. Nyilván segít az internet, de mégis átélni együtt a közösségi élményt, az nagyon sokat számít. Ez a kultúrával kapcsolatosan szeretnék egy olyan újításról beszámolni, amely hagyományt teremtett, ez pedig az, hogy első főkonzuli évenben kitaláltam azt, hogy mi lenne, hogyha csinálnánk, rendeznénk egy közös Hanuka karácsony örömünnep gyertyaültési ceremóniát, és ezt sikerült is megvalósítani. A főkonzuli rezidenciának van egy ilyen belelkreszti bérelt klubháza, amit ki tudunk bérelni alkalmanként, egy roppant elegáns hely, és minden év december elején megrendeztük a Hanuka Christmas, Hanuka karácsony közös gyertyagyújtást. Ennek nagyon sok szimbolikus jelentősége is van, nagyon fontos üzenetet közvetít, hiszen ez az az általam preferált, kitalált és szívemnek oly kedves ünnep, amely egyébként a magyar kormány antiszemitizmus elleni harcát a soft gesztus diplomáció eszköztárával is hitelesíti Kaliforniában, és ez nagyon fontos, hiszen tudják meg azt is az itteni magyarok és nem magyarok, zsidó testvéreink és nem zsidók, hogy a közös kultúrkör az egy olyan hagyomány, egy olyan örökség, amelyet ápolni kell, és ez nagyszerűen sikerült minden évben. Tovább viszik majd, és ez nagyon öröm, ezt mindig elmondom, nagy öröm számomra, hogy ez így sikerült, és ez tényleg megmutatja, hogy mi magyarok milyenek vagyunk, hiszen a magyaroknak a túlnyomó többsége elítél mindenféle, bármiféle szélsőségességet. Ez egy fontos esemény. Önmagán túlmutató jelentősége van. Ami még a kultúrával kapcsolatos, de már tulajdonképpen egy másik, teljesen másik dimenziója, vetülete, ez a tudomány. Mi magyarok büszkék lehetünk arra a kreatív észjárásra megadatott nekünk, ami a nyelvből is jön, és a hagyományosan jó színvonalú magyar oktatásra. Nos, olyan elég sok Nobel-díjast adtunk a világnak, és nem akármilyen titkokat kapott tőlünk a föld lakossága az elmúlt évszázadokban. Nos, rengeteg magyar tudós professzor dolgozik az Amerikai Egyesült Államokban, és ez vezetett arra, különösen azután, hogy megismerkedtem, és többször beszélhettem, olyan szerencsés voltam, a professzor dr. Olá György Nobel-díjas kémikusunkkal, a University of Southern California világhírű kutató zseniével kezdeményeztem, hogy alakítsuk meg az USA nyugati parti magyar tudós klubot. Ezt 2013-ban egy szándéknyilatkozatot írtunk alá itt a főkonzulátuson, kb. 15-20 tudóssal. A tiszteletbeli fővédnöki tisztséget elvállalta a professzor Olá György, tehát egy Nobel-díjas tiszteletbeli fővédnökünk van, és meg is alakítottuk a tudós klubot, aztán 2014 májusában jogilag is megalakult ez a tudós klub, mert több mint 50 rendkívül híres, nagy tudású, elismert professzor. Ebbe tartoznak orvosok, ugye? Igen, ez egy széles skálát magában foglaló klub, hiszen az innovációnak óriási szerepe van, a feltalálásnak, különösen Kalifornia, hogyha az internet világról beszélünk, startup világban egyre másra születnek az újabb és újabb kreatív gondolatok, tehát ez innovátoroknak, a feltalálóknak is helyet ad, orvosoknak, UCLA-ről dolgoznak sokan. Nagyszerű működő tudós klubunk van, jelenleg dr. Caun Miklós a tudós klubnak az elnöke, ő a USC Egyetem kutatója, egyébként a Nobel-díjas Olá György Hidrokarbon Intézetében dolgozik. Aztán
Még hadd számoljak be arról, ami szintén az innovációval, tudománnyal, tudománydiplomáciával, magyar-amerikai kapcsolatokkal kapcsolatos fejlemény. 2014-ben kezdeményeztem Magyarországon a külügyminisztériumban, hogy a Silicium World-ben, a Silicon Valley-ben alakítsunk hivatalos magyar külképviseletet, és örömmel jelenthetem, hogy 2016. március 21-én Santa Clarában, a Silicium World szívében, egy városkában megnyitottuk Magyarország alkonzulátusát. Egy kollégánk dolgozik ott, és ez pontosan azt is aláhúzza, hogy Magyarország tudja a magyar-amerikai diplomáciai kapcsolatokat is erősíteni, fejleszteni, külgazdasági és tudománydiplomáciai dimenzióban is. Ez egy óriási előrelépés. Igen, nem is számítottam rá, megmondom őszintén, ez az álmaimban szerepel csak, de valóságá vált. Ez egy ilyen magyar-amerikai diplomáciai álom, amely megvalósult, és ha most itt áttértünk egy kicsit a tudománydiplomácia, tudomány, külgazdaság, biznisz vonalra, ezzel kapcsolatosan is természetesen tettünk lépéseket. Az, hogy elmegyünk egy-egy nagy vállalathoz lobbizni a magyar érdekekért, az természetes. Az utóbbi 2-3 évben elindult egy borpromóciós projekt is, hadd használjam ezt a nemzetközi kifejezést. Megpróbáljuk a prémium magyar borokat az amerikai piacra úgy bevezetni, hogy árérték arányban is fel tudják venni a versenyt az itteni borokkal, hiszen a magyar borok legalább olyan jók, mint az itteni borok, és nem hiszük, hogy olcsóban kellene adni a magyar borokat, hanem inkább a brandet kell támogatni, és több ilyen borpromóciós turnét is részt vettünk, és azt gondolom, hogy itt is hát egyről a kettőről, sőt, talán kettőről a háromra tudunk jutni. Különböző intézményeket és szervezeteket próbálunk létrehozni azért, hogy segítsük a magyar boroknak, a magyar áruknak az amerikai piaci térhódítását. Ezek közül kiemelkednek a kereskedelmi kamarák, egy jól működő dél-kaliforniai amerikai magyar kereskedelmi kamarával már régóta jó a kapcsolatunk. 2015-ben megalakítottuk a nevadai magyar-nevadai amerikai kereskedelmi kamarát Las Vegasban, megcéloztuk a nevadai állam piacát is. A Los Angeles város és megye kereskedelmi kamarájával olyan szoros kapcsolatot sikerült kialakítanunk, az idén ez már 2016-ban, amelynek révén azt mondta a Los Angeles-i kamara vezetője, hogy hát most már ők fognak bennünket bombázni ajánlatokkal, nem mi fogjuk bombázni ajánlatokkal ők, úgyhogy így legyen, és várjuk az előrelépést. Tényleg azért, hogy minél több magyar vállalatot, magyar vállalkozót, magyar árut helyzetbe tudjunk hozni. Film. A kultúra része. Film a kultúra része. Bizony. És a 100 évre, sőt, most már több mint 100 évre is visszanyúló hollywoodi magyar gyökerek nagyon nagy, komoly húródeszkát és bázist jelentenek magyar kultúra, a magyar film presztízsét tekintve Magyarország számára és a magyarok számára. Hiszen például Fuchs Vilmos, aki William Fox-ként a Fox Film Stúdiót alapította, vagy Adolf Zukor, vagy legnagyobbakat említsem, neve máig nagyon szépen cseng a hollywoodi filmes berkekben, és hát azért ne felejtsük el, hogy Hollywood a mai napig a világ filmes fővárosa, amely véleményformáló eszköz, és egyébként úgy a nagy politikában, mint a kultúrában, és hát természetesen a szórakoztatásban. Több mint 15 éve nagyon jól működik már a Los Angeles-i Magyar Filmfesztivál napok rendezvény, amely az elmúlt 3 évben kibővült egy San Franciscó-i Magyar Filmfesztivállal, illetve alkategóriaként gyermek filmfesztivál is volt, tehát gyermekfilmeket, illetve egy dokumentumfilmfesztivál rész is volt. Itt
Bujik Béla úr a fesztiváligazgató, évről évre nagy sikerű filmfesztiválokat sikerült rendezni, tehát mi továbbvittük az elődeink által folytatott nagyon jó hagyományokat, úgyhogy a magyar filmek meg tudják mutatni magukat, egy filmes seregszemlén lehet látni azokat a magyar filmeket, azt a termést évről évre, amely az otthoni közönség ismer, és így az amerikai magyar, illetve amerikai kritikusok is tudnak látni, hiszen látni és láttatni magunkat, ez nagyon fontos a kultúrában. Aki nem tudja, hallgató, mikor van ez? Tehát egyikben egyszer, milyen hónapban? Évente egyszer van, és általában november második hetében rendezzük meg a filmfesztivált. Természetesen a Facebookon, a honlapunkon, nevelőző listánkon tájékoztatjuk erről jó előre a közönséget, ez már megindul ilyenkor szeptemberben, általában az információ áramlás. Úgyhogy ez az első része a filmes kis beszámolónknak. Ugyanakkor történtek előrelépések, és ezt én megint nagy örömmel és büszkeséggel mondom, szerencsésnek is érzem magamat, hogy pont az én időszakomban történtek olyan kirobbanó sikerek, amelyek valamennyiünk számára nagyon fontosak, és természetesen Magyarország számára, az ország imás számára is nagyon fontosak. Hadd kezdjem azzal, hogy két évvel ezelőtt egy Európai Uniós filmfesztivált rendeztünk, és az Európai Uniós tagállamok, amelyek itt főkonzulátussal rendelkeznek, összeálltak és csináltak egy Európai Uniós filmfesztivált. Itt is indítottunk filmet. Aztán a Los Angeles-i zsidó filmfesztiválon is indítottunk filmet. A Hajnali Láz című filmet indítottunk, amely most májusban volt és meg is nyerte az egyik díjat. A magyar film egyre nagyobb elismertséget kapott, egyre inkább megismerik. A magyar filmeket újból felfedezik, a reneszánszát éli a magyar filmművészet, ezt bátran állíthatom, és ennek tényleg a megkoronázása, ennek a sok-sok, mondjuk így apróbb, de mégsem olyan apró, hanem nagyon fontos sikernek a Saul fia tündöklése és óriási karrierje, hiszen tavaly szeptembertől megkezdődött egy olyan, mondjuk így előkampánya a Saul fia felvezetésének, amely a Golden Globe, az Arany Globus és az Oscar díjak elnyeréset volt hivatva szolgálni. Ez minden szempontból a mi filmünk volt. Besöpörtünk az Oscar-díjat is. Nem volt még ilyen, de reméljük, hogy lesz. Nem ez volt, és maradjunk annyira, hogy lesz ilyen, most megtört a jég. Több évtized után Oscar-t nyertünk, de egyből besöpörtünk a Golden Globe-ot is. Mind a kettő nagyon fontos, és büszkék lehetünk arra, hogy kultúrdiplomáciában egy ilyen áttörést vittünk véghez. Az itteni magyar egyházak, ahogy említettem, nemzetnek tartó erőként szolgálnak, és nem csak a hit élet, hanem a kulturális élet is jelentős az egyházainknál. A San Fernando völgyi Magyar Református Egyháznál pedig egy vasárnapi magyar óvodaiskola is működik, és a gyerekek elsajátíthatják a magyar nyelvet, történelmet. Magyar kormány Kőrösi Csoma Sándor program keretében ösztöndíjasok érkeztek ki az elmúlt három évben, akik közül többen is tanítóként segítettek az iskoláknak, és nyilván itt ez az egyház és az iskola összekapcsolódik egymáshoz, de nem egyházi oktatás, hanem rendes magyar iskolai anyagot tanulnak. Tehát az anyaország és a nyugati szórvány magyarság Kőrösi ösztöndíjasokon keresztül is összekapcsolódik. Mi ezt abban tudjuk segíteni. Azon kívül, hogy maga tudtam dobbizni a magyar kormányán Los Angelesben egy Kőrösi ösztöndíjasért küldjenek kettőt, sikerült is San Franciscóban mutatni, hogy egy oktatási kormánycsomagot tudtam átadni az iskoláknak, amelyben kisiskolásoknak és nagyobb bacskáknak is voltak benne
könyvek, CD-t, kifestők. Az egyházaink szerepe azért egy lelki megnyugvást mindig ad a vallásos embereknek is, de azt vettem észre, ez az én tapasztalatom. Sokszor olyanok is járnak a templomba, akik nem is feltétlenül vallásosak, vagy esetleg a katolikus eljárt református templomban, református katolikusban. A lényeg inkább azonban, hogy magyar legyen. Tehát, hogy a magyarság inkább az, az összekötő kovász, amely elsősorban számításba jön. Én magam egyébként főkonzulként, bár a családommal, mint katolikusok vagyunk, én rotációban jártam református templomban, katolikus templomban, egyéb templomokban is. Úgyhogy volt ezt így megtapasztalnom. A szeretetteljes légkör az mindenit meghatározó, és ez nagyon fontos. Az egyházak után pedig, amit említettünk, a magyar óvodák és az iskolák. Most több helyen is folyik hétvégi oktatás. Ez nagyszerű, ezt mindenképpen fel kell tartani. Ez érdeke a gyermeknek, érdeke a szülőnek, érdeke a szűkebb és tágabb közösségnek, és végsősorban érdeke a nemzetnek. Hiszen ha itt Amerikában születik egy gyermek, tegyük fel vegyes házasságban, ha nem is beszéli majd tökéletesen a magyar nyelv, akcentusa is lesz, de mégis tudni fogja azt, hogy kik vagyunk, mik vagyunk, honnan jöttünk, mi volt 1956, hogy mi a magyar kultúra, honnan merítkezünk, miből építkezünk. Azért ez mindenképpen azt indokolja, hogy segítsük, támogassuk ezeket az iskolákat. Egy olyan új dolgot szeretnék megosztani önökkel, amelyet most május 17-én, ami azt hiszem péntek volt, akkor személyesen tapasztalhattam, Mission Viejo városkában, ami Los Angeles és San Diego között van, ott bizony van egy hétközi, tehát egy teljes, rendes hétközi oktatást nyújtó magyar óvodaiskola. Tizáró Petra óvónő, tanítónő vezetője ennek az intézménynek. Ez a Vadrózsa óvoda és iskola, és amikor ott voltam, akkor nem akartam hinni a szememnek, mert amikor beléptem ebbe a óvoda iskolába, akkor amerikai gyerekek, sem etnikailag, nem magyarok, sem vegyes házas, semmi, amerikai gyerekek is, egy csipcsipcsóka, bakvalmicska, mondócskát, kátálágépben, és ott ez a hétfőtől péntekig történő oktatás nagyon jól működik. Most nemrég kezdték ezt a pár éve, és kevés gyermek, vagy még fokozatosan, folyamatosan bővülnek, de azt hiszem, hogy ez lehet az út, ami nekünk is járnunk kell, hiszen ha a többi nemzet meg tudja szervezni azt, hogy ilyen-olyan amolyan is bármilyen iskola van, ahova be lehet iratni egy magyar gyermeket, vagy bármilyet, akkor nekünk is ezt lehet csinálni, hogy maga az intézmény olyan jó, egyébként magyar, de mivel jó az intézmény, ezért akár amerikai, vagy kínai, vagy bármilyen etnikumú amerikai gyermeket be lehet iratni, és aztán így minél több Magyarország kis barátja alakulna ki belőlük, és azt gondolom, hogy ez hosszú távon nagyon fontos lehet. A iskola után szeretnék még beszámolni önnek arról és a kedves hallgatóknak, hogy Las Vegasban egy összmagyar foci torna kerül megrendezésre minden év szeptember utolsó hétvégéjén, és csapatok érkeznek az anyországból, Kanadából, az Amerikai Egyesült Államok különböző részeiből, általában 10-12 csapat gyűlik össze, és hát sok néző, sok barát, sztorizás, mindenki elmondja, hogy mikor is hogy gálkozott Puskás öcsivel, közben a nagy melegben van foci is, és erre a utolsó 4 évben egy kiezett konzulinapot is szerveztem, amelyben még plusz emberek tudnak
Lászlagászba jönni, akik esetleg elvittek ügyeiket. Tehát egy ilyen plusz kombináció van még úgy, hogy Lászlagászi Magyar Napok szeptember utolsó hétvégé, ilyenkor természetesen magyar nyelv istentisztelet és a cserkész évnyitó, úgyhogy vannak itt kicsik és nagyok, fiatalok és még fiatalabbak és örökifjak. És ez folytatódik. Ez folytatódik, és hát itt miután többen tudják azt, hogy én egyébként olyan szinten aktívan vettem részt ebben, hogy fociztam is a Los Angeles Hungarians-ben, illetve a szexádi csapatban, az magyarországi csapatban, úgyhogy bár gólokat nem előrülök, ezt azért el kell mondjam a tárgyalagosság kedvéért, de a részvétel a fontos, és ez egy összmagyar kupa, aminek szintén önmagán túlmutató jelentősége van, hogy igen, mi magyarok éljünk bárhol a világban, összetartozunk. És ez nagyon fontos, és ebben a nemzet határokon átívelő újraegyesítési folyamatára, amiben nagyon sokat segítettek nekem a magyarok, én is talán szerintelenség nélkül azt mondom, hogy tudtam nekik segíteni, ez így is marad, és mi itt a főkonzulátuson szeretettel várunk mindenkit, bíztatom őket, hogy jöjjenek, kezdjék el az ügyeiket intézni, a nyakönyvesztessék Magyarországon is általunk a gyermekeket, mi készen állunk az ő fogadásukra, hogy jöjjenek, mosolyjal, barátsággal, szeretettel és tisztelettel, és amikor állampolgársági esküig eljut egy dolog, tehát amikor egy székelyudvarhelyen született és román és amerikai állampolgár honfitársunk jelentkezik a magyar állampolgárságért. És amikor itt állampolgársági esküt tartunk, azok az örömünnepek, azok az örömkönnyekben úszó ünnepek, azok elkísérnek valamennyiünket jó, szép, gyönyörű emlékekkel egész életünk során. Én is ezzel búcsúzom egyébként, ezekkel az örömünnepekkel, ezekkel a magyarságot, magyarság összetartozását szimbolizáló állampolgársági esküs örömünnepekkel, és azzal a barátsággal és szeretettel, amit én magam részéről hoztam ide a családom az amerikai magyarságnak, és amelyet vissza is kaptunk, ezt a barátságot és a szeretetet visszük haza Magyarországra. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést és a lehetőséget és a hallgatókat. Köszönjük szépen, és biztassuk tényleg a magyarságot, hogy merjék felvenni a telefon, merjék felvenni a kapcsolatot a Magyar Nagykövetséggel és konzulátussal, mert senki sem harap, nem oroszlán. Én tudom, hogy nagyon sokan félnek betelefonálni, félnek várni a telefon végén, vagy egyáltalán e-mailt megengedni. Igazán, igazán barátságos és teleszívű csapat várja a magyar munkítását. Igen, szeretettel várjuk a magyarokat, úgyhogy mi intézzük az ügyet gyorsan, szakszerűen, barátsággal, tisztelettel. Hazajönnek. Itt fogadni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen.